ビッグバンブレーダーズ。それはベイブレードナンバーワンチームを決める史上空前最大規模の世界大会である。強い絆とブレーダーの名誉をかけて、目指せ最強、勝ち抜けバトル。これはベイブレードに全てをかけた熱きブレーダーたちの物語である。Az első győzelmével a Gengen Galaxy megszerezte a vezetést! És hogyan folytatódik mindez? Mivel válaszol erre a Lavuska? Hát ha nem várjuk ki a végét, akkor nem tudjuk meg, igaz? Sürgős üzenet a Beyblade szövetségtől! Ha? Masamune végre hírt adott magáról! Ez tök jó! De kutya hideg van itt! Azt mondja, hogy vonattal érkezik majd, és nem sokára itt lesz! Nem sokára? Meddig örülhetek? Igaza van. Mikorra jön? Nem tudom. Ne légy tepis, Nova Guma! Szedd össze magad! Nem dől össze a világ, csak mert veszítettél. Így igaz. Ha? Engem nem ért meglepetésként a kudarca. Ha? Tetszik vagy sem, Jinga a Battle Bladers bajnok. Abszolút úgy kalkuláltam, hogy Nova Guma veszíteni fog. Te csak áldozat vagy. Ha? Csak egy áldozat? Az bizony. Csupán fordítanunk kell, és megnyernünk a következő két kört. Akkor hát, lássuk, hogy ezúttal ki lesz az ellenfelünk. Mindenki végzett a WC-n, és megmosta a kezét! Helyes, mert azonnal kezdődik a második kör! Nos, lassan ideje bevonulnunk. Az a helyzet, hogy nincs több időnk Masamunéra várni. Nem probléma, én úgyis készen állok. Nincs semmi gond, ugye? De... Ha Tsubasa nyer, akkor már is tovább jutunk a harmadik fordulóba. Szerintem bízzuk ezt most Tsubasára. De ez azt jelenti, hogy én megint hoppon maradok. Ha Tsubasa veszít, Masamune addigra megérkezhet, és akkor bukfenc van, mert őt állítjátok be harmadiknak. Pedig a csapat tagja vagyok. Én is küzdeni akarok a világbajnokságon, olyan hülyén érzem magam. Léci, ez nem fér, nem fér. Te mit mondasz, Tsubasa? Hát nehéz döntés. Győzni akarok, és győzni fogok! Részemről oké. Mi? A csapat előnyére válik, ha Yu is harcol egy menetet a VB-n. Igen, baby! Alig várom, hogy kimenjek, és felforgassam fél Szibériát. Köszi, Tsubasa, ígérem, hogy nem fogsz csalódni bennem. Döntésre jutottak. A második ellenfelünk Yu lesz. Jól van. De vajon melyik kötöket küldjem ellene? Engem, megyek én! Na de Alexi! Külön Yu miatt bütyköltem meg a stadiont, úgyhogy csak én mehetek. Bár nem vagyok büszke arra, amit elkövettem. De csak így menthetjük meg az álmunkat. Örülök, hogy nem kell magyarázkodnom. Magának kell irányítani a stadiont. Hát persze, meg leszel elégedve velem.
Gyerünk, gyerünk! Mi lesz már? Most mi van? Miért álltunk meg? Hihetetlen! Mi folyik itt? Nézd csak meg! Ha? Egy lavina betemette a sineket. Csintalan egy dög a hó, nem? A fene! Egy nagy rakás hó nem fogja megállítani Masamunét! Hasíts bele! Klassz! Oké, uraim, indítsák el a szerelvényt! Már is. Jövök, srácok! Aztán várjatok meg! Kezdődjék a második meccs, Blade társak! Hazai oldalról a Lavuska csapat feje, Alexi! Éme Alexi, egy űrhajós növendék és emellett egy brilliáns kölyök! Bízzunk benne! Egy ilyen zseninek nem okozhat gondot a győzelem! A Ficak egy zseni? Azért nekünk is van egy okos kis Bladerünk. Igen, kicsoda? Most pedig köszöntsük a japán csapat képviselőjét! A fiatalembert, akinek a becses neve Yu! Nekem szóltak! Yu a Gengen Galaxy 4-es számú versenyzője, ami ugyebár! Annyit tesz, hogy ő a tartalékosuk! Remélem nem azért őt küldték, hogy gúnyt üzzenek a hazai csapatból! Ha? Mi a frászért fújoltok? Yu! Érted már, hogy miért olyan macerás dolog részt venni a világbajnokságon? Miről beszélsz? Még nem történt semmi! Kérjük a két Bladert, hogy lépjenek a stadionba! Jól van, gyerekek! Kezdődik a műsor! Minden! Ez egy sima veren! Igen, hagyományosnak tűnik. Nem ér! Valami kacifántos stadionra számítottam, mint Jingin. Élesztően gagyi! Úgy gondolod? Megnyugodva hallom, hogy ezt mondod, szóval köszi. Mit köszönsz? Mindegy, azt hiszem nem fogsz csalódni. Mire várunk? Pörögjenek a bélyek! Először is lássuk jó bélyét! Egy Flame Libra! Amíg a mi Alexink bélye nem más, mint egy Space Edition Wolf! Hogy Space Edition? Zuvizura, Zuruku! Zuva, micsoda? Star Wolf, vagyis csillagfarkas! Bladerek! Felkészültetek? 3, 2, 1! Hasítsatok be! Ne féljetek, megyek már! Csak kérdés, hogy hová? Hé, egész ügyes vagy! Wolf egyensúlytípus, amely védekezni és támadni is tud. Mit jelent az, hogy Space Edition? Alexi említette, hogy Beyblade-eket használnak az űrkutatási programban, de hogy hogyan? Kiszámítottam a támadó erőt és a belső energiaszintet. Úgy látom, minden számításom helyes volt. Ha? Micsoda? Libra támadó ereje! Süket szöveg! Támadás! Hanghullám! Hiába fáradt! Gyerünk! Ha? Ha? Hé, mit csinálsz ott, Yu? Bakisztam egy kicsit, de kérlek, hallgass! Na még egyszer! Libra, hanghullám! Hogy mi? Támadunk, rajta volt! Libra! Libra kajakra beszívta Wolf támadását! Lehet, hogy Yu ideges az első éles mérkőzése miatt! Maradj végig nyugodt! Vegyél jó nagy levegőt! Nyugodt vagyok, Kápi, és hagyjatok békén harcolni! Aj, nem értem, mire készül ez az alak. Figyelem, megjött a király! Nem kell rám vetnetek magatokat! Várjunk! A fenébe mellé nyúltam! Jó, bénultad áll! A mérkőzés egy kicsit egyoldalúvá vált. Vajon az előtt szétparcangolják a farkasok, hogy ellentámadást tudna indítani? Na jó, elég a játékból. Kapcsolj teljes erőre, Libra! Spéci fogás! Libra! Pokolrobbanás!
túl spéci fogás, a köddé vált! Mi történik itt? Az történik, hogy most én következem! Az én spéci fogásom, Sputnik! Az én spéci fogásom, Sputnik! Nem lehet! Beállok! Mi a csoda folyik itt? Wolf repül! Star Wolf, alias csillagfarkas, a szemünk láttára repül! Íme a szárnyas farkas! Még hogy repül, micsoda badarság? Egyszerűen csak lebeg. De kérdés, hogy hogyan? Látjátok, ez a Space Edition Wolf ereje! Hogy ez? Ismerem a trükköt! Ha? Tudod, hogy mi ez? Telekinetikus erőd van, váltsad be! Oh. A tudatoddal emeltett el a bélyedet, igaz? Dehogy igaz, ez tudomány! Milyen tudomány? A Libra spéci fogása igen hatalmassá teszi őt. Mi tagadás? Az összegyűjtött információim szerint ezzel nyerted meg a harcai többségét. Hát igen, erős vagyok. Azonban az információ arra is rávilágít, hogy annyira a spéci fogásodra vagy utalva, hogy amikor egyszer csődöt mondott, azonnal vereséget szenvedtél. Ezt meg hogy érted? Úgy értem, hogy a spéci képessége nélkül Libra csak egy sima, kitartó típusú béj. Ami annyit tesz, hogy semmi esély az én Star Wolfom ellen. Ne ócsárolj engem vagy a Librámat! Gyerünk, Wolf! Vízszintes kitérés! Ha felelőtlenül gazdálkodsz az erőddel, akkor csak hamarabb kimeríted magad. Igen, igen! Ne add fel! Libra! Maradj végre egy helyben! Csak az idődet vesztegeted! Hello, barátaim! Csak hogy... kezdek kifulladni. Várjunk csak! Ez egy stadion! Nem igaz? De akkor hol a jó nép? A Gengen Galaxy csapat azt sem tudja, hogy mi folyik odafent valójában. Maga mit csinál? Masamune Kadoya, mondd, hogy kerülsz te ide? Hát tudja, eltévedtem, az van. A stadion titkait akarod kideríteni, nem ez az igazság? Miről vakerál maga? Rohadd le, Libra! Volt ismét kitér Libra támadása elől! Libra rohamai hatástalanul érnek véget, csak a levegőt hasítják! Libra, pokoli robbanás! Hát ez lehetetlen! Mi folyik a stadionban? Létezik egy módszer Libra sok hullámainak hatástalanítására. A hullámzavaró mező kibocsátása. Hullámzavarás? Igen, de az érzékelő nem észleli, hogy Wolf zavaró hullámokat bocsátana ki magából. Ez tök unalmas! Ne menekülj, harcolj velem! Ha? Miért is ne? Igazam lett! Mit találtam? Egy hullámzavaró mező. Alexi! Mit csináltatok a stadionnal? Tessék! Nem tudom, miről beszélsz. Te csak ne játsz az ártatlant! Tudod, hogy erős zavaró hullámok törnek elő a stadionból. Micsoda? Aha! Te mocskos csaló! Szégyeld magad! Alexi egy igazi zseni. Ő tervezte meg és építette ezt a stadiont, mégpedig az űrprogramban használt technológiával. Űrtechnológiával? Láttad a parabola tükröket odakint, nem? Remélem, hogy emlékszel rájuk. Ó, azokra a nagy lavorizékre emlékszem. De mi közük van a bajnoki meccshez? Nos, azok a nagy lavorizék bocsátják ki a hullámenergiát. Hullámenergiát? Az micsoda? Az adók által kibocsátott hullámenergia megzavarja a Libra spéci fogását, Wolfra pedig mágneses mezőként hat, amitől a laikus szemlélő számára úgy tűnik, hogy Wolf képes lebegni. Tessék! Azt mondja, hogy ez magának előnyt, nekünk viszont hátrányt jelent! Pontosan. Nagy frászt! Én nem fogom hagyni, hogy csaljon! Tűnjön el az útból! Én meg azt nem hagyom, hogy keresztbe tegyél nekem! Azonnal hagyd abba! Értetted, Alexi? Téged nem lehet becsapni, igaz, Madoka? Valóban az történik, amit mondtál. Akkor állítsd le! A helyes dolgot teszek.
És akkor mi van, ha a stadion hullámenergiát bocsát ki magából? Mi változtat ez? Lira! A stadion mindig is hullámenergiát árasztott, tehát Alexinél ugyanazok a hatások érvényesülnek. Tudod, hogy nem mondasz igazat, Lira. Igen, tudom, de majd én elintézem, te csak fogd be a szádat. Mi? Semmi szabályba ütközőt nem tettünk, szóval álljatok le! Mi? Ez csak te hiszed, kicsikém! Hé, te tök alsó, veszíts végre, hogy én jöhessek! Úgyis rám kíváncsi a közönség, és nem fognak csalódni! Pofa be, pofa be, pofa be! Csupa nonsens, ez a csata egyre gagyibb lesz, mindjárt eldurran az agyam! Higgadj le, Jú! Tudjuk, hogy a stadion meg van buherálva, de tudom, hogy te azt is le tudod küzdeni! És mégis hogyan? Honnan tudjam, te is használod még a fejedet! Gyengé, inkább lépj a szádba! Meg tudod csinálni, hallod? Elvégre B-zseni vagy, nem igaz? Már az első harcunknál észrevettem! A világban élnek zsenik, és te, öcsi, a zsenik közé tartozol! Ha valaki le akarja győzni egy B-zseni spéci képességét, akkor ahhoz álhatatosságra és sok kemény munkára van szükség! B-zseninek tartasz? Igen, de annak lenni nem elég, tenned is kell érte! Gingy! Gingy! Vetted a lapot, öcskös! Nem igazán! Nehéz elhinni. Nem fenékig tej fel az élet, ha zsenivel van dolgod. Nyugi, megértettem. A tudományos zseni nem ellenfél a B-i zseninek, erre gondoltál? Már ne haragudj ezért, de a győzelmed esélye egyenlő a nullával. A tudományos információk közt nincs helye kétségnek. És mi van a B-i szellemeddel? A mimmel? A B-i szellememmel? A B-i szellemre nem mond semmit a tudományod. Arra, hogy érzel a B-jed iránt, az izgalomra. Nem létezik semmiféle szellem a B-ben. Ez tudományosan lehetetlen. Kapd elő a noteszedet, mert leckét kapsz tőlem a B-i szellemből. Libra! Támadás! Libra magasan a stadion fölé emelkedik! Felülről támadva semmi esélyed. Libra! Gyerünk még egyszer! Támadsz egy bitangjó ötletem! Ez meg mit csinál? Folytasd tovább! A hullámok egyenetlenné válnak! Már értem! Libra megrongálja a tükröt, így az energiamező felborult, és most pályája is instabillá vált! Alexi! Képes vagy rá, Alexi! Mi a baj Wolffal? Ha ilyen csálén mozog, a végén még elhagyja a stadiont! Kényszer leszállás, Wolff, ereszkedj! Amint földet ért, már csak egy sima egyensúlytípusú B! Libra! Üsd ki! Igen! Spéci fogás, rózsaszínom örvény! Villámkardvágás! Öcsém! Szép munka, zsenikém! Megcsináltam, skatok! A győztes! Jú! Bár minden erejükből küzdöttek, a Labuska csapatunk vereséget szenvedett. Jaj, Alexi! Kösz, hogy megvártatok, srácok! Figyelem, figyelem, emberek! Az azt hittük, hogy az orosz csapat valami aljas módon megbütykölte a stadiont, de elkaptam őket! Hatalmaságom kiütötte a csalókat! Én most én, Maslamune, a világ legjobbja! Most csatában is legyőzöm őket! Mit szóltok hozzá? Elkezdhetjük? Bocs, de már vége a harcnak! Jinga és Jújó voltából nyertük. Mi? Elkéstél, maszatkám! Hé, hogy kerülsz te a stadionba? Hé, Jingy! Valóban B-zseninek tartasz engem? Igen, és örülök, hogy a csapatunk tagja vagy! Ezzel teljesítettük a második fordulót, és tovább léphetünk a harmadikba! Jinga! Mindenről én tehetek. Elszámoltam magam, és emiatt veszítettünk. Azt mondta, hogy nem te követél el hibát, szóval spondját rá! Megpróbáltuk, de nem sikerült, ez van! Igen, de ezzel oda a nagy álmunk. Ha kérhetném szíves figyelmeteket! Üzenetem van a számotokra! Méghozzá az űrközpontból! A
Azt írják, most, hogy veszítettetek, siessetek vissza! Találtunk egy új szponzort a Space Edition Wolf rendszernek. Ah! Alexi! Igen! Ez csodás, Alexi! Gratula, cimborát! Még mindig űrhajósok vagyunk. Csak az álmunkra koncentráltunk, és közben annyi igazságtalanságot tettünk veletek. Őszintén sajnáljuk. Nem történt semmi. Az az Anton nevű pofa kényszerített rá, igaz? De így izgalmasabb volt. Mindegy, nagyon kedves, hogy így gondoljátok. Antont pedig páros lábban rúgták ki a csalásaiért. Azt mondta, hogy járjatok minél több szerencsével. Oké, köszönjük. Jó fej vagy. Nektek is a legjobbakat kívánjuk. Köszönöm, Madoka. Akkor hát... Ég veletek. Hé! Itt ne hagyjatok! Szedd a lábad, Basamune! Még itt maradsz! Nem akarsz megint eltévedni, vagy igen? Nem! Kazoe kire nai koe, sora ni nani hibiku, ozora wo koete yuke. Kimi ga nagashita namida wo 忘れはしないよ一歩一歩前に進むのは君がそばにいるから歓声の中目を開き君を思う流した涙のことを恐れずに力強く走ってゆく その声が今空になり響く歌俺たちが最高のゲームにしよう何度も何度も夢を見たいこうそれぞれが叶えていく大空を超えてゆけ完璧な海白い雲神秘的な神々が来るギリシャ。 私たちは今、ヨーロッパのポップブレーダーが集うイベントを見に、エーゲ海に来ています。たまにはベイを忘れて、ゆっくりバカンスしたいけど、会場にはきっと、あのジュリアスシーザーも来てるはずだわ。みんなで、ユーロチーム、エクスカリバーの偵察よ。次回、戦士の祭典に。